Istédet dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most is mindenkor, és örökké. Elfogadhatatlan nincsen, menjen meg, uram.
szabadon embereket, mint próbák várják, mikor visszatér a mennyegzőről, hogy mind ők megkönnyítőket azonnal megnyitsák neki. Boldogok van a szolgák, miket mind ők megint a Úr ében talál. Bizony mondom nektek, hogy felveti magát azokkal letelepi kisoda menni, szolgál neki. A második kőváltáskor ő és úgy találja, boldogok van a szolgák, azt pedig tudjátok meg, hogy az utnál a család, zarándok szívvel érkeztem tegnap Kárpátaljára, a vértanúk földjére, hogy személyesen elhozzam magam és közösségem tiszteletét és szeretetét mindazok iránt, akik életükkel és vérükkel megszentelték ezt a földet, hogy megosszam szívem szeretetét a kései utódokkal, közöttük kiemelten is a ma pappá szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Róbert testvérünkkel. Kedves Róbert atya, a kedves pap testvérek, a világi hatóságok, politikai és társadalmi élet tisztelt képviselői, Krisztusban testvéreim! Először is hadd köszöntsem Róbert atyát, kedves feleségét, Nórát, mint ezüst lakodalmas házastársakat. Elevenen él emlékezetemben, 25 évvel ezelőtt, február 8-a esküvőtök napja, és meghatódva látom az azóta megtett utatokat, hogyan nyilvánult meg rajtatok és bennetek, és általatok Isten áldása, hogyan jutottatok el a családi élet teljességére, amelyet a számmisztikában a gyermekek 7-es száma is kifejez. A 7-es szám az a teljesség, azért van az Anya Szentegyházban 7 szentség, mert a krisztusi élet teljességére vezet bennünket, de azért van 8 boldogság, mert a 7-es túlcsordul egyel. Mert Jézus Krisztus az 5 követőknek túlcsorduló boldogságot ígér. Ebben a boldogságban legyen részünk mindannyiunknak, különösképpen ma Róbert atyának, az ő családjának, ahogyan a zsoltározó olyan szépen mondja, ezt kívánom, lássátok meg gyermekeitek gyermekeit, Isten népére pedig békesség szálljon. Erre a békére ma nagyon nagy szükség van, erre a békére ma nekünk különösen oda kell figyelni, és könyörögni kell az Úrhoz.
Nos, ma nem február 8-a van, hanem 23-a, Szmirnai Szent Polikárp emléknapja, úgy tudom, a keleti egyházban is. És ez a kiváló vértanú püspök a neve alapján Polikárpusz, sok gyümölcsű. És Róbert atyának is a papi működése, az ő kedves személyisége, sok gyümölcsű, nagyon sok gyümölcsöt termett, nem csak a családban, hanem a hívő közösségben is. És reggel korán, amikor megébredtem, arra gondoltam, hogy mire gondolhat most Róbert atya. És ha hiszitek, ha nem, oda lopakodtam gondolatban a közelébe, hogy beletekinthessek az ő gondolatvilágába, belenézzek a szíve mélyébe, és így tudom összegezni az ott látottakat. Ma van boldog napja annak, amiért én megszülettem, 25 évvel ezelőtt Krisztus Urunk papja lettem, 25 év nem kis idő, jó megállni, visszanézni, emlékezni hálás szívvel, s a jövőre így kinyílni. Megállunk, visszatekintve a megtett útra, és magával ragad minket a látvány, minden ezüstös fénybe borul. Lelkünk Istenhez emelkedik, szívünkben pedig túlcsordul a hála érzése. Kedves Róbert atya, aki meghívott, már édesanyád méhében kiválasztott téged. Szeretettel gondolunk ma édesanyádra is. Nem felejtem el mosolyát és vendégszeretetét. Ő már a megdicsőült egyház tagjaként szemünk számára láthatatlanul vesz részt ezen a szent liturgián. Bocsánat, úgy érzem, hogy az enyém is itt van. Földi életében nem adatott meg neki, hogy eljöjjön Kárpátaljára, erre a csodálatos földre. Most egészen biztos, hogy megragadta ezt az alkalmat. Valahányszor telefonon Róbert atyával értekeztünk, a drót éppen elért őtőle én hozzám is, viszont sosem mulasztotta el, hogy megkérdezze, hogy van édesanyám. És most édesanyám hálás szívvel itt van közöttünk az ő édesanyjával, a megdicsőült egyház tagjaiként. Aki meghívott, már édesanyád méhében kiválasztott téged. Úgy rendezte születésed körülményeit, csecsemő és gyermekkorod minden rezdülését, eseményeit, hogy hívását meghalva az ő kegyelmével növekedjél és pappá formálódj. Minden ezt a célt szolgálta, akár egyértelmű volt, akár nem volt egyértelmű, akár eszedbe jutott, akár nem, minden ezért történt. Életedet megacélozta, s ugyanakkor a szívedet szelíddé és alázatossá formálta, mert kiválasztott téged, benne megtaláltad életed súlyát. 25 év után újra rácsodálkozunk a pap személyére. Ezt a csodálkozást szépen, költőien fogalmazta meg egykori legkedvesebb tanárom, Kerekes Károly, ciszterci atya,
aki Zirci apátként halt meg. Ő volt az újrakezdés apátja, a 40 éves pusztai vándorlás a kommunista diktatúra után. A pap: legyen egészen nagy ember, és egészen kicsi. Nemes királyi lélek, de mégis egyszerű, mint nyílt szívű, hűséges porcseléd. Hős, aki önmagán aratott diadalt, ember, aki Istennel tusakodott, forrás, amelyből szent élet fakad, bűnös, aki Istennek adta magát, ki saját vágyaim feltétlen úr, de gyengébb testvérének mindig hű szolgája lesz. Nem hajlong a földi nagyságok előtt, de Isten kicsinyeihez földig hajol. Hű tanítványa mesterének, a szellem harcában ő mindig vezér, koldusként alamizsnáért nyújtja kezét, és színaranyat oszt az Úr küldöttjeként. A küzdelmek porondján kemény férfi kar, a beteg ágynál puha anya szív. Tekintete, mint bölcs öregeké, bizalma, mint a csöpnyi gyermeké. A leges, legmagasabb célra tör, de a legkisebbeket is szívből tiszteli. Az örömnek ő jogos várományosa, a szenvedésnek jó barátja és bizalmasa, az irigykedés tőle távol áll, gondolata kristálytiszta, minden szava tiszta búza, barátja a békességnek, ellensége a restségnek. És zárójelbe oda teszem a teljesség kedvéért a befejezést: szilárdan áll, nem úgy, mint én. Imádkozz, testvér, paptestvéredért. 25 év után újra rácsodálkozunk a pap személyére. Kronstadti Szent János ugyancsak gyönyörűen szavakba önti ezt a csodálkozást. Ó pap, te a hit és az egyház képviselője vagy, magát az Úr Jézus Krisztust képviseled, a szelídség, a tisztaság, a bátorság, a szilárdság, a türelem és az emelkedett szellem példaképe kell, hogy legyél. Isten művét végzed, senki előtt sem szabad elcsüggedned, sem hízelegned, vagy szolgalelkűnek lenned, és saját dolgodat minden emberi dolognál többre kell tartanod. 25 év után újra rácsodálkozunk a pap dolgára, annak is a csúcspontjára, amiből minden más forrásozik. Kronstadti Szent János szavait folytatva: magam semmi vagyok, ám a papság kegyelméből, az isteni test és vér bemutatása által másodlagos vagy harmadlagos részesévé válok a betegségek meggyógyításának. A lélek kegyelme rajtam keresztül új életre kelti a kisdedeket és a korosabbakat, bemutatja az eukarisztia szentségében Jézus Krisztus testét és vérét.
egyesíti a híveket Istennel, általam oldja és köti az emberi bűnöket, bezárja vagy megnyitja a mennyeket. A lélek üdvösségét szolgáló tanácsokat, ima szabályokat ad, és így tovább. Ó, milyen tiszteletre méltó a papi hivatás! Testvéreim, látjátok-e, mennyi jó téteményt áraszt rátok a Teremtő és Megváltó a pap méltóságán keresztül? Végezve az isteni szent liturgiát, mely csak ugyan mennyei szolgálat a földön, amikor Isten különösen egészen közel, a legszorosabb módon van jelen és együtt az emberekkel, miközben ő maga láthatatlanul végzi a szent papi szertartást. Ő a fölajánló és a fölajánlott. A földön semmi sem szentebb, magasztosabb, fenségesebb, ünnepélyesebb és éltetőbb, mint a liturgia. Nincsennél nagyszerűbb a világon. Róbert atya 25 éve ennek szolgálatában áll, ebben maradt meg hűségesen, ezzel azonosult. Ma vele együtt hálát adunk ezért, megköszönjük, hogy igent mondott a meghívásra, és köszönjük a hűséges kitartást és helytállást. Persze a mai ünnep az alkalom arra is, hogy önmagunkba nézzünk. Hálatelt szívvel visszanézünk a megtett útra, ugyanakkor szükséges az önvizsgálat is. A korai szerzetesek ismerték az akédia fogalmát, ami mára eltűnt, de a tartalma megmaradt. Mi ez a tartalom? Lelki tehetetlenség, csüggedés, közöny, érdektelenség, ernyet, unalom. Ferenc pápa még bíborosként egy alkalommal, amikor Szent Ignáci lelki gyakorlatot vezetett, felhívta a figyelmet a papi életben jelentkező akédiára, melynek különböző formái lehetnek. Azt mondja az akkor még bíboros, ma már pápa, ez olykor bénultságot jelent, amikor már nem tudjuk tartani az életritmust, máskor azokat a papokat éri el, akik a nagy jövés menésben képtelenek gyökeret ereszteni Istenben és a történelemben, ahova rendeltettek, de azoknál is felüti a fejét, akik nagy terveket szőnek anélkül, hogy a megvalósítás konkrét eszközeit megragadnák, vagy épp ellenkezőleg, akik megrekednek a hétköznapok apró dolgaiban, anélkül, hogy fölemelkednének Isten tervéhez. A túlzott aktivitás, erőn felül végzett munka, szorongás, aggályok. A pap életében az akédia fáradtság, csüggedés, üresség érzésének formájában is jelentkezhet. Sőt, a papi identitás elvesztésében is. Ma sokat beszélnek a kiégés veszélyéről, persze arról is, hogy ezt a veszélyt hogyan lehet elkerülni.
van honnan merítenünk. Ezüst misém évében, 2011 nagy csütörtökén a nagy teológus pápa, ez a ma is élő nagy egyház atya, 16. Benedek, a következő kérdéseket tette fel a papoknak a krizma szentelési szentmisén. Valóban átjár bennünket Isten igéje? Igaz, hogy sokkal inkább élünk ebből a táplálékból, mint a kenyérből és a világ dolgaiból? Valóban ismerjük Isten igéjét? Szeretjük? Annyira betölt minket, hogy igazán meghatározza életünket, és alakítja gondolatainkat? Vagy azok újra és újra aszerint alakulnak, amit éppen mondunk vagy teszünk? Nem lehet, hogy igen gyakran az uralkodó vélemények azok a szempontok, amihez mérjük magunkat? Nem lehet, hogy voltak éppen megmaradunk abban a felületességben, amit ma a világ diktál az embernek? Engedjük, hogy megtisztítsa bensőnket Isten igéje. Boldognak látnak-e bennünket? Látszik-e rajtunk annak öröme, hogy Krisztus papjai lehetünk? Fontos ezek időnkénti átgondolása, ezek szerint rendezni életünket, és indulni tovább. Fontos, hogy imáitokkal kísérjétek a papok működését, hogy valóban azt tudjuk adni nektek, amire szükségetek van, hogy ebbe soha ne fáradjunk bele, soha ne unjuk meg. És az Úr Jézus nem csak nekünk, hanem nektek is azt mondja, hogy evezz a mélyre. Az Isten mentsen meg bennünket a félművelt, felületes emberektől. Evezz a mélyre. Lásd mindennek a mélységét, ismeri meg mindent a maga teljességében. Ha így van Jézus Krisztussal, ha így van az ő evangéliumával, akkor egészen biztosan szeretni fogjátok, és ehhez mindig hűségesek maradtok. Mi is azok akarunk maradni. A ciszterci rendnek nem csak a nagy apátja volt, Kerekes Károly, hanem ennek a rendnek kiváló tagjai voltak a szintén kommunizmus alatt üldözött, börtönt megjárt Halász Pius atya, aki egy csodálatos ember volt. Ő az eredeti ciszterci életeszményt akarta megvalósítani, és Zirctől nem messze Borsod pusztán elvonult azokkal a társakkal, akik együtt éreztek vele, és ott maguk szántottak, vetettek, és éjszaka is fölkeltek imádkozni. Egy nagyon szép eredeti szerzetesi életeszményt akartak megvalósítani, hát 1950-ben ez megszűnt, és azóta nem sikerült újjáéleszteni. Halász Pius ciszterci atya a következőket írja a naplójában egyik napra. Szeretni kell az Istent, nem csak akarással,
hanem szívvel és szenvedéllyel is. Egyetlen teremtő erő van a Földön, ami napról napra képes megújítani szürkülő életünket, a szeretet áramlása. Csak az élő tűz tudja megolvasztani azt, amit az évek lassan megmerevítettek. Csak az a lobogó láng tudja újra izzásba hozni azt, ami már hűlni kezdett. És csak a sziporkázó szikra képes még világosságba borítani sötétülő kedélyünket. Égben és földön minden, ami nagy, szeretetből születhetik csupán. Kedves Róbert atya, ez a szeretet töltsön el ezüst miséd napján, és kísérjen papi életutadon tovább, kedves családoddal együtt, veled együtt örömmel adunk hálát, érted, családodért, gazdag, tartalmas papi életedért. És a végére hagytam, mint egy összefoglalásul, amit még ki tudtam írni a tollamból, éppen elég volt a tinta, avagy a tollbetét. Róbert atya ezüst miséjére. 25 éves forduló egy kis megállásra késztet. Mennyi jót adott az Isten, hálás szívvel emlékeztet. Krisztusi papság lett a csúcs, melyre felvezetett utad. Erre hívott meg az Isten, majd rád bízta családodat. Két szentélyben kell szolgálnod, mindkettőben Úr az Isten. A kettő valójában egy, összeolvadt szeretetben. 25 éves forduló téged szeretetben talál. Megköszönjük, hogy jó pap vagy. Büszke lehet rád a család. Vértanuk földjén dolgozol, lelkületük benned is él, nagy szív lélek lakik benned, bátran harcol, sohasem fél. Köszönöm, hogy találkoztunk, gazdagabb lettem általad. Éreztem, hogy jó pap leszel, rögtön szívembe zártalak. Most pergesd le magad előtt, filmszerűen az életed. Meglátod, hogy jó az Isten, oltalmát vígan élvezed. A megállást követően már is indulni kell tovább, ki meghívott új erőt ad, hogy hűségben megmaradjál. Kárpátalján magyar papnak, Romzsa Tódor szellemével, ki jó pásztorként ölelt át minden népet nagy szívével. Isten adjon számos évet, érd meg családoddal együtt, óvja hívő közösséged, mindig jó irányba menjünk. Ez ma szívünk kívánsága, ezüst miséd áldott napján, az Úr tekintete pihen, hűséges és kedves papján. Ad multos annos. Amen. Thank you.
és könyörű. Uram, könyörű rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörű. Ferenc pápánkért, Isten szerető Nyílus püspökünkért, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyánk fiáért. Most is mindenkor és örökké. Amen.
egységes főpásztorunkról, Ferenc pápáról, Isten szerető Nilus püspökünkről, az egész papságról és az összes egyházrendről. Ezen szent hajlék boldog sörögemlékű alapítőről és jótevőről, Isten oldalról szóló számunkról, a vezetőről és névőről, a betegekről, szenvedőkről és magányosokról, elhunyt hozzá tartozóinkról, minnyáján úr, igaz hívő keresztények, emlékezzékben az Úristen az országában, mindig most is mindenkor, és
hogy a szent áldozatot égessével fölajánljuk. Yeah.
Bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyának nevezzék. Mi, atyánk, mi a te gyermek, most, a szemjelvesség, meg a te, mert jöjjön el a te országod, mert jöjjön el a te országod.
elvégalma, elfelszorítanak, aki rálunk fenyeztem sem, jóságos öntülelket együtt, most is mindenkor is örökül.
szentő és mindenes titkaiban, miért adjunk hálát az Úrnak. Most is minden jó és örök,